Sziasztok! Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, ez pedig itt a Jarvik Tab 264, ugye ez a Go Tab Velocity 7-szoros tablet volna, amely ugye egy belépő szintű tablet. Mint ahogy nézzük, ugye Android 4.0 van rajta, amely így kezdésnek nem mondható lassúnak, mert kellő sebességgel működik jobbra-balra, majd hogy nem tényleg egészen jó. Hogyha belépünk a menübe, igazából túl sok mindent nem találunk, tehát ez a pár alkalmazás az összes. Többek között nincsen Google Play sem rajta sajnos. Hogyha itt megnézzük, ugye a beállítások magyar nyelv egyébként van rajta. Itt látható igazából, hogy Android 4.03 van rajta, 3.08-as kernel. Úgyhogy rögtön a Jarvik oldalára visz alapértelmezetten, kezdő oldal. Megnézzük, milyen gyorsan tölt be egy másik oldalt Wi-Fi-n. Igazából így görgetéssel nincs probléma, tehát egészen gyorsan görget. Illetve hát a nagyításra is tényleg egészen jól reagál, meglehetősen gyors. Jó, van e-mail kliensünk, előre telepítve megkapjuk az ES File Explorer-t, amelyben láthatjuk végül is mappáink tartalmát. Kapunk egy FB Reader-t. Amely bár mint FB nem Facebook, hanem egy e-book olvasó. Itt ugye egyébként magyar nyelven is leírja azt, hogy milyen típusú file formátumokat támogat és hasonlók. Tehát ennek segítségével olvashatunk könyveket. Van galériánk. Az végül is a hagyományos ICS galéria. Van egy getjárunk, ez volna végül is az iScan a Google Play helyett. Itt ezen a Jarvik tableten felfogható, ez egy mobil. Hát igen, végül is egy mobil alkalmazás boltnak is, bár kicsit másabb, mint a Google Play. Ugye például Angry Birds, Cup the Road és hasonló játékok elvileg ugyanúgy letölthetők ingyenesen. És nézzük közös Angry Birds. Szóval, hogy mint megy ennek a letöltése. Igen, itt ahogy látjátok, tölt is le, viszont hát ez nem a legkényelmesebb, hogy nem a háttérben fut, hanem itt a képernyőn. Tehát most ilyen pillanatban meg kell várnunk azt, hogy letöltse teljes egészében az alkalmazást. És igazából, ahogy láthatjuk is, nem letöltött és telepített az alkalmazást, hanem csak egy APK állományba töltötte le, tehát böngészőben a telepítő fájlt, és azt külön kell még telepítenünk is, amely azért esetenként nem a legkényelmesebb, de ha már letöltöttük, akkor megnyitjuk. Thank you.
Itt ugye eddig minden probléma nélkül megy az Angry Birds. A Harpikon. Hogy látjátok, igazából különösebb szaggatás és hasonló nélkül megy egészen jól. Tehát maga az Angry Birds az még nem okoz neki problémát. A gettyár után van egy Haikyuu MP3 rekorderünk. Ez elvileg a neve, így az akkor egy magas minőségű hangrögzítő. Hát ez most vagy-vagy. Ez valószínűleg tartom, ezzel nagyon komoly minőségű mikrofon nincs beépítve ebbe a készülékbe. Van úgy egy előlapi kameránk, végig a felbontással, amely némileg szaggatósan működik, de működik. Tehát, hogy látjátok, túl sok beállítási lehetőségünk nincs, mint hogy azt is látjuk, hogy csak végig a felbontású képet tudunk készíteni vele. Van még itt egy manuálunk, ez igazából a felhasználói kézikönyvet helyezte itt a járvik rajta több nyelven, sajnos magyar az nem igazán van, de viszont többek közt angolul is mindig nálunk lehet itt a felhasználói kézikönyv. Van ugye egy gyári ICS naptárunk. És utolsó külső alkalmazásként egy ilyen Office Suite-unk is van, amelyel ugye meg tudok nyitni különböző Office alkalmazásokat. Megnézem, hogy van esetleg egy TXT-n van, tehát meg tudok vele nyitni. Tehát ez nem túl sok, tehát ez kb. Ennyi. És ez egy alap kis Office alkalmazás. Van óránk, szövegszerkesztőnk, illetve egy rendkívül régi zenelejátszó alkalmazásunk. Tehát még az Android 2.2-ben indult el. Ez egy alap zenelejátszó, hogy látjátok. Kezelőgombok van, egy hangcsúszkánk, amit tudunk húzni. Illetve hát néhány kis pluszbeállításunk van, de semmi komoly. Ez volna tehát végül is a Yarvik Go Tab Velocity Tab 264-es Android tablet. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!